Jó estét kívánok, köszöntöm nagy szeretettel a kedves nézőket, akik ma velünk tartanak, azok a szokásos pénteki étlapot kapják, hogy úgy mondjam, hiszen nem marad el ma sem a Péntektől Péntekig című polgármesteri interjú, ám előtte egy kicsit rendhagyóan, nem hétfőn, hanem pénteken, de Szent Márton magazin lesz. Visszatekintünk két hétre, a stúdióban már itt ül Szommer Ildikó, a Szent Márton programiroda vezetője. Aztán a 11. szlavisztikai konferenciáról is ejtünk néhány szót. Gadányi Károly nyelvész akadémikus lesz a vendégünk, várjuk ide a professzor urat is. Ha tehetik, akkor tehát tartsanak velünk, azonnal indulunk. Szent Márton év, a magazinnak a szignáját láthatták, és ilyenkor ugye, amikor nyit a kamera, és a totálképpen ketten látszódunk, akkor állandó partnerem Szommer Ildikó, ma is őt köszöntöm nagy szeretettel, köszönöm Ildikó, hogy elfogadtad a meghívást. Köszönöm én is a meghívást. És hát még azért hátra van az év, még van 2,5 hónapunk, én sajnálom, hogy utána aztán nem ilyen rendszerességgel, de valamilyen formában majd azért itt még találkozunk, de most azért mindig nagy öröm, amikor téged látlak, mert ahogy én neked a múltkor is mondtam, hogy besűrűsödnek a dolgok, tehát tényleg úgy tűnik, mintha mindenki az év vége felé kapna a fejéhez, hogy hú, tényleg Szent Márton év van. Nemrégiben voltam egy országos találkozón, és ott mondtam, hogy Szombathelyről, hát tudjátok, Szent Márton. Ja, tényleg Szent Márton, tehát tényleg ez a rácsodálkozás arra, hogy Szent Márton éve van, ez egy nagyszerű dolog. Nekünk most két hétre kell visszatekintenünk, de tudsz-e valami olyan dolgot mondani, amit a múltkor is, hogy nemzetközileg egyre több helyütt, egyre sűrűbb a program, egyre több helyre kerülnek ki azok a kiállítások, amelyeket mi itthon már bemutattunk. Szóval nagyon-nagyon jó dolog ezekről beszámolnunk, és itt hírt adnunk a nézők előtt. Mivel hát jöttél most, mi van a tartsajon? Tehát van egyfajta, ahogy mondtad, ez a nem kapkodás, de hogy jön az évvége, és akkor még egy kicsit szentmártonozzunk. Ez is benne van persze így sok intézmény életében, de mindenképpen ezt szántuk a legerősebb időszaknak. Tehát most félre ne és nem itt nálunkról mondtam, hanem igen, ugye országosan. Tehát azok a települések, akik Szent Mártonhoz kapcsolhatók valamilyen formában, egy templom miatt, egy emlék miatt. Szóval ők most döbbennek rá, hogy hű, hát akkor tényleg most akkor valamit. Igen, tulajdonképpen most is volt egy ilyen élmény, hogy ugye Mártonáron püspöknek is évfordulója van, és én tulajdonképpen most találkoztam egy esemény kapcsán azzal a jó emberrel, akinek a Márton emlékévnek, vagyis a Mártonáron jubileumnak a felelőse, akinek már bent volt a fejében, hogy hát Szent Márton és Mártonáron püspök élete tulajdonképpen nagyon sok tekintetben összekapcsolható a lelkiség és a hitbéliség kapcsán is nagyon komoly emberi értékekről szólnak ezek az üzenetek, hogy fogadunk-e egy olyan kiállítást, ami Mártonáronról szól. Tehát ez most a napokban történt, és hát én is nagyon lelkes vagyok, hogy valóban meg kell mutatnunk az ő élete példáját is, de ez tényleg egy kicsit későn jött, tehát hogy nekik is most jutott eszükbe, pedig egész évben már Mártonáronnal foglalkoznak. De ugyanígy meséltek nemrégen, hogy Szlovákiában hívtak meg Szombathelyről, a múzeumból, Jelesről, Skanzenből, Szent Mártonnal, vagy hát főleg a libákkal kapcsolatos, de Szent Mártonnal kapcsolatos ugye? Játékokat is, és programot. És hát tulajdonképpen ők most mondták azt, hogy szeretnének sokat Szent Mártonnal foglalkozni a jövő esztendőben is. Tehát, hogy hiába most van a jubileum, ők most kezdték el a rácsodálkozást, a gondolkodást, és jubileum elmúlta ide vagy oda, ők jövőre erősen a Szent Mártoni Én azt gondolom, a Szent Mártoni gondolatnak sosem lehet vége. Tehát ez örökösen menni fog, és azt gondolom, hogy jó, hogy mi most Szombathely az ő szülővárosa adott egy lökést az ő gondolatiságának, az ő személyiségének, és hadd legyen minden év Szent Mártoni év, mármint a lelkünkben és a cselekedeteinkben. Térjünk a programokra, Ildikó. Mire emlékszel ebből a két hétből vissza szívesen? Hát szerintem, amit meg kell említeni, mindenképpen a katolikus napok keretében az Egyházmegyei Könyvtárban nyílott egy kiállítás, amely arról a szoborról, annak a
annak a keletkezés történetéről szól, amelyet mi szombathelyek nagyon szeretünk. A Romi Rajki szoborról van szó, ami Szent Márton templom előtt áll, amelyet 1938-ban állítottak föl, egy pályázat útján készült. És Tóth Csaba festőművész volt, aki ezt összefoglalta egy tanulmányban is egyébként, ennek a, hogy készültek a tervek, hogy zajlott a megvalósítás, milyen volt a fogadtatás, és ezzel kapcsolatban 4-én nyílott egy kiállítás, ami egész évben még látható, tehát mindenkinek ajánlom, hogy ezt tekintse meg, nagyon izgalmas dolog. Aztán a Honismereti Egyesület szervezett egy túrát, tulajdonképpen egy városi túrát, egy városnéző sétát, így van, amely több helyszínt érintett, ahol Szent Márton kiállítás vagy másfajta emlékek találhatók. Nem tudtam ezen részt venni sajnos, de híradónkban, ha jól emlékszem, beszámoltunk róla. Tóriai Walter vezette ugye ezeket a sétákat, ha jól emlékszem. Igen, és a Honismereti Egyesület szervezte. Aztán, ami szintén lényeges, hogy a napokban, most is például, ma is zajlik még az a konferencia, amely Túrban rendeződött, Túr városában, Szent Márton emlékkonferenciáról van szó, ahova Szombathelyről többen is mentek előadást tartani, poszter előadást vittek magukkal, képviselik a várost, képviselik a szülővárost, úgyhogy erről már láttam képeket, híreket, nagyon jól zajlik ez a konferencia, és ezt megelőzően még a konferencia előtt nyitottak egy kiállítást is, ugyancsak Túrvárosában, a Szépművészeti Múzeumban, ahol szombathelyi emlékek is láthatók, és ennek készült egy katalógusa, ezt a város is támogatta. A kiállításban a magyar szekció, vagy a magyar rész kialakítását és a katalógust is. Ennek lesz majd egyébként egy bemutatója november 14-én egy szimpózium keretében, úgyhogy akkor bárki megcsodálhatja majd ezt a katalógust is. Hát aztán a római kiállítás, ami nagyon nagy élmény volt, hiszen van egy olyan kiállításunk, ami utaztatható, ez a Szent Márton nyomában címet viseli. Ezt kimondottan arra készítettük, hogy el lehessen vinni ezt a kiállítást. Mi is láthattuk ezt, hiszen Szombathelyről indult, ugye van, ez a sorozat. Így van, az első bemutatója a Szamária Múzeumban volt, aztán vittük Kőszegre is, utána a kiállítást, hát most a Római Magyar Intézetben látható, természetesen a magyar-angol nyelvű változat mellé elkészült az olasz nyelvű szövegleírás is, és hát az intézet egy gyönyörű épületben van, egy barokk palotában van, amelynek gyönyörű termei vannak, úgyhogy olyan méltó környezetbe került a kiállítás, hogy valóban elragadó, és a Pápai Magyar Intézet igazgatója, Tóth Tamás atya nyitotta meg a kiállítást, illetve ő mondta a szakmai megnyitót, de polgármester úr Szombathely város küldöttsége élén, ő volt az, aki átadta a közönségnek a kiállítást. Volt ott egy szentszéki találkozó is, ez teljesen nagyon szép élmény volt, hiszen ebbe véletlenül cseppentünk bele, hogy szerencsésen egy időben zajlott a kettő, és az ott lévő valamennyi diplomata meghívást kapott erre, és Magyarország Vatikáni nagykövete volt tulajdonképpen a házigazdája ennek a szentszéki fogadásnak, vagy találkozónak, és hát részt vehettünk egy misén is, amelyet a Szent Péter Bazilikában, a szentélyben tartottak, egy olasz-magyar nyelvű mise volt, amely hát csodálatos élmény volt, utána a magyar kápolnában is elénekelhettük a himnuszt, úgyhogy én azt gondolom, hogy egy Szent Márton szülővárosa nagyon szépen képviselte. Lehet azt tudnunk, hogy hova megy még tovább a kiállítás? Mikorra várható, hogy hazajön-e egyáltalán? Nem, mondjuk. Most Rómából majd Zágrába megy, és Zágrában szintén a Magyar Intézet, tehát a Balassi Intézet fogadja a kiállítást, amely egyébként egy épületben van a Magyar Nagykövetséggel is, tehát ott egy
megint csak egy díszes helyszín és fogadtatás várható. November 8-án fog ott megnyílni, és szintén Szombathely polgármestere nyitja meg a kiállítást, de már vannak jelentkezők a további fogadásra is, és remélem ez is túlnyúlik a Szent Márton emlékében. Uh-huh. És hát jelen pillanatban ugye Németországban van a fotókiállításunk. A Német József féle, akkor a Mindenkinek legyen egy köpenye, ami uh-huh. a diákok kiállítása, az éppen most Jánosházán látható, de valószínűleg Kőszegre fogjuk vinni majd november végétől. Úgyhogy az a jó, hogy ezek a kiállítások is hírét viszik annak, hogy Szent Márton Szombathelyhez köthető, és hogy a szülőváros milyen módon emlékezik meg a Szentről. Uh-huh. Tehát ez mindenképpen óriási reklámerővel bír, mind a mellett, hogy egy olyan kulturális programot is nyújt, amelyet sokan elérnek. És hogy egy személyiség miként fűzi össze, és miként tartja egységben Európát, hiszen gyakorlatilag egy olyan útra fűzhető fel az ő tevékenysége, amely egész Európán végigvezet. Csak nagyon röviden az előttünk álló hétvége eseményeiről mit tudnál kiemelni? Holnap egy túra lesz, egy történelmi túra, Szent Márton nyomában, ez Zala megyét érinti ez a túra. Orbán Robert kollégák uh-huh. vezeti, természetesen busszal indulnak, és aztán ott majd sokat-sokat gyalogolnak. Vasárnapi napon pedig egy koncertre kerül sor, a Szent Márton templomban este 7 órakor egy orgonaművész koncertjére. Ez annak a sorozatnak a része, amely már 11 előadást ért meg, és lesz is meg ennek folytatása. Lesz sok-sok folytatása még. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, a jövő héten is várunk vissza. És nézzük meg együtt akkor azt a kis összeállítást, amely az előző 2 hét talán, azt hiszem, hogy az lesz majd, programjaiból készült immár képekben. Szent Márton emlékei nyomában címmel zarándok sétára hívta az érdeklődőket a Vas megyei Honismereti Egyesület. Felkeresték Márton szülőhelyét, ahol Kis Gábor régész beszélt a 4. századról. Tartottak könyvbemutatót, megnézték az ízeumi Szent Márton kiállítást is. Mintegy 50-en jöttek el a megye minden részéről. Sajtótájékoztatón ismertették a szervezők a múzeumok őszi fesztiváljának szombathelyi programjait. Az idei emlékév alkalmából Széchenyi Istvánhoz és a Lánchídhoz kapcsolódnak a rendezvények. A fesztivál részeként tartják meg november 5-én és 6-án a Szent Márton napi országos nagyvásárt, ahol 8 állomásos játékra invitálják a látogatókat Szent Márton életéről, kultuszáról szóló feladatokkal. A Szent Márton emlékév jegyében kerékpártúrára hívták az egészségügyi szakdolgozókat hagyományteremtő szándékkal. A túra megkezdése előtt egyes szűrővizsgálatokon keresztül lehetőség volt állapotfelmérésre. A kerékpáros társaság Lukács házára indult közösen. Rómában is bemutatták a Szent Márton nyomában című tárlat anyagát, amelyet tavaly novembertől ez év márciusáig a szombathelyi közönség a Szavária Múzeumban láthatott. A többnyelvű vándorkiállítás anyaga 12 település jelenét és múltját ismerteti Szaváriától Túrig, érintve az 1700 éve született püspök életének főbb állomásait. A Balassi Intézet Római Magyar Akadémiáján Puskás Tivadar polgármester nyitotta meg a tárlatot. És akkor folytassuk tovább magazin műsorunkat. Ugye említettem, hogy 11. alkalommal rendezik meg Szombathelyen a szlavisztikai konferenciát, melynek házigazdája Gadányi Károly nyelvész akadémikus professzor, nagy szeretettel köszöntelek. Köszönöm és köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Három évente kerül megrendezésre ez a konferencia, és mindig 2 napos. Igen. És az idei esztendőben nem akárkinek az emlékére, nem akárki előtt tisztelegve, Pável Ágoston előtt tisztelegve Igen. kerül megrendezésre a Igen. konferencia. Mit kell erről tudnunk? Az átlag néző, ha azt mondja, hogy szlavisztika, talán nem is tudja megmagyarázni, hogy mire is szól ez a Igen. történet. De kezdjük itt. Igen, azt hiszem mindenki tudja, hogy
Magyarországot, kis hazánkat körös körül szlávok élik. Még ha megnézzük azt, hogy Ausztria, ugye ők nem szlávok, de itt vannak egészen Pozsonytól le délig az úgynevezett Gradisce vagy Burgellondi horvátok, akkor nyugodtan mondhatjuk, bennünket csak szlávok határolnak. Egy szláv tengerben élünk, most ez a tenger hol hullámos volt, hol szép volt, csendes volt, hát ahogy a történelem ezt hozta, és ahogy ezt mi magunk alakítottuk, vagy tudtuk egyáltalán alakítani. Tehát a szlavisztika szélesebb értelemben a szláv népek nyelvéről, kultúrájáról, történelméről, hagyományáról, művészetéről alkotott ismereteinket adja. Szükebb értelemben a szlavisztika, szláv filológia, nyelvészet és irodalom. Uh-huh. Azért is érdekes ez, mert hogyha valaki mondjuk felmegy az internetre, igen, és keresi a szó magyarázatát, igen, akkor rá fog döbbenni arra, hogy valóban a körülöttünk élő országok nyelvéről van szó, tehát igen, ugyanúgy a csehek nyelvéről, a bolgárokéről, szerb nyelvek, igen, ukrán, orosz, igen, tehát gyakorlatilag valamennyi körülöttünk élő nép nyelvéről beszélünk, igen, akiknek a képviseletében ide jönnek majd, nem is akárkik, jeles előadók, hiszen említsük meg akkor, hogy az idei esztendő valóban Pável Ágoston jegyében, illetve az őrá való igen, megemlékezésre zajlik, de honnan érkeznek a vendégek? Igen, ezt mi 1981-ben indítottuk útjára a konferenciát, akkor egy olyan hagyománynak gondoltuk, hogy talán szélesíteni lehet majd ezt a kört. Nem voltak ezek könnyű idők az utazás szempontjából is, ezt nagyon jól tudjuk. Első konferenciánk 81-ben volt, 22 előadóval, az ötödikben már 450-en voltak. Ez nem is konferencia, ez már egy kongresszus. Hát igen. Igen, honnan jönnek? Ahogy felsoroltad, ezekből az államokból mindig jöttek, környező országok, Bulgáriából, sőt az utóbbi időben a poszt-szovjet államokból is, hát Kazasztán, Üzbegisztán onnan, sőt most törökországi vendégeink is vannak, hiszen a törökök is határosak szláv nyelv területtel, meg hát az egész török történelem valahogy a szlávok közt, szlávokkal, magyarokkal vívott harcban telt el, ugye a szultánjainknak ez volt a sorsa, hát nekünk meg egy kicsit ugye rosszabb volt, tehát ők is tudják, hogy ennélkül nem lehet létezni. De visszatérve a magyarokra. Magyar nyelvben 2500 szláv jövevény szó van. Hát ugye szoba, pálca, málna, káposzta, lehetne összeszedni olyan szavakat, hogy azt gondoljuk, hogy szláv, de aztán magyar. Ezekkel már nyugodtan lehet magyarul kommunikálni, holott ezek szláv eredetű szavak. Pável Ágoston szlovén-magyar származású, szlovénségét, magyarságát sohasem tagadta, két nép hűséges fia, de ő nem volt bezárkózott szlavista, nem volt csak szlovénista, hanem jól ismerte, hiszen az első világháborúba kapcsolatban került az orosz nyelvvel, hát orosz nyelvtant is írt, kisebb szótárokat készített. Ő igazi értelemben is szlavista volt, meg ugye tudjuk, hogy tudós tanár. Nagyon jól ismerte a szerb, akkor ismerte a bolgár, a makedón, a horvát népi hagyományt, népköltészetet. Hát ezeket fordította, maga is művelte, leírta a szlovén nyelv egyik nyelvjárásának nyelvtanát, ezzel nyert is az akadémián, majd a Szegedi Egyetemen habilitált professzori kinevezést kapott. A fordításait most pedig erre a napra jelentettük meg önálló kötetbe, most magyar nyelven. Természetesen a magyar nyelvre történő fordítások így jelenjenek meg, hogy a szélesebb magyar közönség is, akit érdekel, meg tudja ismerni. Az egy nagyon szép dolog, hogy a plenáris előadásokon mindjárt Pável Ágoston lánya, igen, dr. Simonné Pável Judit, az, aki a szlavisztikai munkásságának az áttekintéséről igen, tart előadást, de mások is jönnek, és mások is tartanak előadásokat. Mindemellett nagyon sok a szekcióülés.
Igen. Miért volt erre szükség, hogy ennyi sok szekció legyen? Talán éppen azért, ahogy említette a professzor, régen hogy sokan volt vagy. A szekció, és hát majdnem 3 napig is tartott, amikor 450 szlavistát Új-Zélandból, Kanadából, Svéd, Finnország, mindenhonnan érkeztek, és hát azért kellett, mert most is jöttek bulgár területről, Horvátország, Szlovénia, akkor hát a nyugati szlávok, keleti szlávok is képviseltetik magát. Így lehetett ezt megoldani, és talán arra is jó, hogy véleményt tudjunk, és a szekció előadói, meg az érdeklődők véleményt tudjanak cserélni. Hát ilyenkor nem csak a múltról beszélünk, hanem azért a legfontosabb kérdés mindig, hogyan és hová tovább. Na, ezt szerettem volna én is feltenni, ha valaki felmegy az internetre, és elkezd keresgélni a témakörben, akkor nagyon gyakran találkozik azzal a kéréssel, hogy mennyit érnek ma ezek a szakok mondjuk az egyetemeken, hiszen az egyetemek, nagyon sok egyetem hirdeti ezeket a szakokat. Igen. Tehát, hogy mennyit fölvettek orosz szakra, mennyit fog ez érni nekem? Teszi föl egy hallgató a kérdést. Tehát valóban ez a hova tovább, vagy hogyan tovább kérdésre adott válasz, gondolom talán itt ti tudtok ezekre a kérdésekre választ adni, és mondjuk egy ilyen hallgatónak el tudjátok mondani, hogy miért érdemes. Igen, ez most elég akut kérdés a magyar felsőoktatásban, így Szombathelyen is főként, hiszen most ugye új irány, új társunk lesz, ugye az Eötvös Loránd Tudományegyetem, ahol ezek a szakok ott vannak. Az információim szerint ezek az Eötvös Loránd Tudományegyetem nagyon pozitívan áll hozzá, hiszen a magyar szlavisztika ott indult útjára, nem is akármikor, 1849-ben az első tanszékvezető, egy bizonyos Ferenc József volt professzor, és kitől kapta ő a kinevezését? Ferenc József császártól. Nagyon érdekes. Drusszák. Igen, ez a történelem. Tehát nekem is, és én azt hiszem a nyelvészeknek, logikusan gondolkodóknak az a véleményük, hogy egy intézmény akkor lesz, akkor áll fönn, ha több lábon áll. Most ezek olyan szakok, amelyeket nem lehet ugye így pénzbe, hogy mit hoznak, mit visznek. Ezek a tudomány, a körülöttünk élő népekkel való együttműködés hídjai. Ez lehet, hogy holnap nem térül meg, de következő évben már megtérül. Én tudnék olyan példát mondani, hogy valaki tudott oroszul, és angolul próbáltak vele beszélni, az oroszok nem tudtak angolul, és amikor megnyíltak az orosz nyelve, mindjárt megkötötték a szerződést, és a magyarok valami nem tudom, micsoda nagy árut adtak el, nagy mennyiségű árut. Tehát van ennek gyakorlati haszna mindenképp, és egy egyetem, amely tudományt képvisel, nem nézheti azt, hogy ma van hasznom esetleg belőle, vagy talán egy kicsi károm, de hát holnap után meg ebből sok lehet. Erre kell professzor úr, akkor ezek szerint nekünk is azt is át kell gondolni, és gondolom, hogy erre is van válasz ezen a konferencián valamelyik szekcióban, hogy milyen szakokkal párosítják a nyelvszakot. Tehát mondjuk én el tudom képzelni, hogy valaki közgazdaságtant, vagy pénzügy, vagy kereskedelmet tanul, és mellé vesz egy ilyen nyelvet például. Ez természetesen, erre lehetőség is van, van erre egy kapacitás is. Hát lesznek itt műszaki mérnökeink, gépészmérnökeink, miért ne tanulhatnának, aztán jobban el tudnak helyezkedni a piacon. Én mindig annak örülök, ha jön ide egy külföldi, és valami munkát vállal, de annak még jobban, ha magyarul is tud. Hát más népek is így vannak. Azért van nekünk egy ilyen emocionális oldalunk is, amit ezt figyelembe kell venni, mert a gazdaság az nem embertelen. Az akkor működik, ha ott van a humánum, ott van az ember. Professzor úr, az nekünk helyzeti előny, hogy mondjuk mi itt Szombathelyen, mondjuk a burgundi területet vettük, akkor a krajiszei horvátok kapcsolatban vagyunk, de a szlovénekkel, a szlovákokkal, tehát azért valahol mi itt egy olyan központi helyen vagyunk, ahol ezeket a nyelveket akár az új partner az egyetemnek is erősíteni fogja. Igen. Lehet egy ilyen előnyünk? Most valakivel beszélgettem, és hát ugye Szombathelyeket, Vasmegyeket mindig bennünket irigyeltek, mi amerre mentünk, hát jó, hát ennek, ez ugye ennek mi örültünk, de hát tudjuk mi a saját gondjainkat,
problémáinkat. És ő ezt mondta, hogy ti olyan jó helyen laktok, hiszen itt a népek mindig találkoznak egymással a történelemben, és már a római kortól. Ez mindig olyan út volt, hogy itt szlávok, avarok, itt mindenki jött, hát a későbbi történelem folyán még más népek. Hát ez jó is volt, meg gyakran nem is volt jó, hogy átrohantak fölöttünk, esetleg olyanok is, akik nem mindig jó szándékkal jöttek, de én úgy gondolom, hogy ez a hely, ez kötelezi ezt az egyetemet is, hogy a nyelvekre, és főként a szomszédos nyelvek, népek nyelvére odafigyeljenek. Ezt a politikusoknak is el lehet mondani. Egy politikust örömmel fogadnak Zágrába vagy Ljubljanába, ha két mondatot elmond az ő nyelvükön. De így vagyunk mi is magyarok. Biztos, ez mindenhol így van. Professzor úr, október 15-én kerül bemutatásra a horvát-magyar szótár. Igen. Ez egy új dolog? Ez egy új dolog, pécsi kollégáink készítették, Barics professzor úr, Prodan Ágnes tanárnő is, ez most kerül. Igen, a nyelv fejlődik, a nyelv változik, szavak elavulnak, megöregszenek, mint az emberek. Ugye ilyen életet, mert ki használja a nyelvet? Az emberek. És ugye a fiatalság megint újabb szavakat, újabbat hoz be, aztán elég erős ugye az idegen hatás is, ezeket is tisztázni kell, ügyelni kell minden nyelvnek a tisztaságra, a magyarnak, aztán a horvátnak, szlovénnak, makedónnak, mindenkinek. Mert ez az egyetlen kincs. Köszönöm szépen, ez végszónak is tökéletes. Nagyon szépen köszönöm professzor úr, hogy itt járt. Én köszönöm. És akkor nagy sok sikert ehhez a konferenciához. Köszönöm szépen. Kedves nézők, nem maradt más hátra mai magazinunkból, mint a polgármesteri interjú. Következik tehát a péntektől péntekig dr. Puskás Tivadarral. Tisztelettel köszöntöm a kedves nézőket, önök a Péntektől Péntekig című villámbeszélgetést látják. Műsorunk állandó vendégességben házigazdája, dr. Puskás Tivadar, Szombathely megye jogúváros polgármestere. Köszöntöm, polgármester úr! Üdvözlöm a nézőket! Polgármester úr, beszélgetésünket kezdjük Rómában, Rómával. Elvégre az elmúlt hétvégét ott töltött a polgármester úr. Szent Márton nyomában című kiállítást nyitottuk meg Rómában. Előre elhatározott időpont volt, és ugye ez az október 8-e, ez a magyarok nagyasszonyának ünnepe. Úgyhogy ezzel kapcsolódott, illetve ehhez kapcsolódott végül is a Szent Márton kiállítás is. A Magyar Akadémián nyílt meg ez a kiállítás, ahol a megnyitó előtt néhány órával Habsburg lotaringiai Eduard, a Vatikán magyarországi nagykövete tartott egy fogadást, adott egy fogadást, amit részt vettünk, és meghívott bennünket következő napra a Szent Péter Bazilikába tartandó szentmisére, amit magyarok nagyasszonya ünnepére celebráltak. Utána lementünk a magyar kápolnába, ez a Szent Péter Bazilika a templomában van, megszólalt a himnusz, rendkívül magasztos, szép ünnepség volt. A hétfői napon egy másik fővárosban, Budapesten volt polgármester úr. A miniszterelnökségen tárgyaltunk a Modern Városok programjának állásáról, arról, hogy milyen lépéseket kell megtenni. Úgy néz ki, hogy a támogatási szerződések aláírására kerül hamarosan sor. Hát nagyjából az ütemtervnek megfelelően haladunk. A fesztiválok időszakát éljük, polgármester úr, most éppenséggel a múzeumok őszi fesztiválja volt. Ez egy szokásos, évente ismétlődő országos mozgalom. Valamiféle címszóval tartanak a különböző múzeumok egy-egy ilyen hetet, egy-egy ilyen hetes programot. Az idei évben Széchenyi és a Híd
a hívó szó, és itt mi Szombathelyen a Szavária Múzeummal és a Szavária Múzeum különböző egységeivel, különböző épületeivel, különböző intézményeivel együtt, külön-külön napokon elsősorban a fiataloknak tartanak foglalkozásokat a híddal, Széchenyivel kapcsolatos történésekről és dolgokról. Itt hangzott el, és nagyon büszke vagyok arra, hogy a látogatottságot illetően, tehát a múzeumi látogatottságot illetően a diákok tekintetében Szombathelyi Múzeum az, amely az országban a legtöbb látogató számot tudja felmutatni. Kettős oka van annak, hogy mi vagyunk a legtöbb számot felmutató megye ebben a kérdésben. Az egyik ok az, hogy a múzeum olyan programokat csinál, olyan programokkal mutatkozik és jelentkezik, amelyre a diákok nagy számban jönnek és jöhetnek. A másik dolog nyilvánvalóan az, hogy a tanárok, a különböző intézmények ezt figyelik, és hát a programba, illetve az órarendbe beteszik. Mindenképpen szerintem fontos, hogy az ifjúságnak igénye legyen arra, hogy a múltat megismeri, igénye legyen arra, hogy eljár a múzeumba, igénye legyen arra, hogy művelődik, igénye legyen arra, hogy a kultúrát megbecsülje. Polgármester úr, büszke lehet arra a számra is, arra az arányszámra is, amennyien mondjuk részt vettek a népszavazáson Vas megyében, avagy éppenséggel Szombathelyen? Volt egy megbeszélés, amelyben értékeltük a népszavazás eredményét. Igencsak büszkék lehetünk. Azért vagyunk elsősorban büszkék, és köszönöm szépen mindenkinek, ki itt Vas megyében Szombathelyen él és elmegy szavazni, mert azok, akik elmentek és véleményt nyilvánítottak, ők eljutottak odáig, hogy nem pártkérdésről van szó, hanem nemzeti kérdésről. És ezért aztán felelősen gondolkodó, nemzetben gondolkodó itt Vas megyében az emberek, meg hát Szombathelyen az emberek, úgyhogy Vas megyében voltak a legtöbben a megyék közül, és hogyha a megye székhelyeket nézzük, akkor arányában néhány tized százalékkal elmaradva Zalaegerszegtől mi voltunk a második leginkább nagy részvételt mutató város az országban. Úgyhogy köszönöm szépen mindenkinek, hogy nemzetben gondolkodott, és nem pártpolitikában. Polgármester nagyon fontosnak tartja az oktatást, a tanítást, most egy oxiológiai előadást tartott. Oxiológia tantárgy oktatása volt, illetve katasztrófa medicina oktatás. Én oktattam a hallgatókat, számomra mindig nagy öröm ez, amikor a sürgészetről, a sürgősségi orvostanról beszélhetek, és az ifjúságot oktathatom erre. De azért beszéljünk arról, hogy szerdán, ez délután volt, meg este, szerdán délelőtt azért érdemes megemlíteni az, hogy a Szova igazgató tanácsa és felügyelő bizottsága itt a házban ülésezett, egy ilyen összebont ülést tartottak. A fejlesztésekről volt szó, és meghívtak engem is. A fejlesztésekről, konkrétan a szállodafejlesztésről, illetve a jégcsarnok fejlesztésről a nem sokára következő közgyűlésnek ez a napirendi pontja lesz. A csütörtöki napon egy információs nap volt itt Szombathelyen. Modern vállalkozások programja és az informatika, ez volt nagyjából a címe ennek a dolognak. A gazdaság fejlődése, illetve fejlesztése nagyon fontos. A gazdasági fejlődés nélkül nincs előrehaladás sehol. Ez egyértelmű. Ez a kis és középvállalkozásoknak, mikrovállalkozásoknak szóló összejövetel voltak, a Vas megyei Iparkamara szervezte
az informatikai kérdésekről volt szó, arról volt szó, hogy hogyan tudnak informatikai segítséget kapni ezek a kisvállalkozások, merre érdemes tovább menni. Nagyon sokszor beszélgettünk polgármester úr arról, hogy Szombathelyen a szociális ellátórendszer milyen fejlett. Az ebben a rendszerben dolgozók nagyon sokszor találkoznak egymással, így volt ez most is. A szociális rendszer Szombathelyen is szerintem példaértékű, Vas megyében is példaértékű. A szakemberek, akik ebben dolgoznak, természetesen olyan tevékenységet végeznek, amely magasra értékelendő és magasan értékelendő, hiszen azoknak segítenek, akik rászorulók, azoknak segítenek, akiket valahogyan a közösségnek segíteni kell. Na most ehhez nyilvánvalóan megfelelő empátia kell a dolgozók részéről, az ezt művelők részéről, és ezen kívül szaktudás szükségeltetik. Na most ezt a bizonyos szaktudást valamelyest mérni is lehet, és itt évek óta ilyen játékos verseny formájában mérik össze különböző csapatok a tudásukat. Hát ez volt most ebben az esztendőben és ezen a napon. Nem a verseny a lényeg ilyenkor, én úgy gondolom. Nyilvánvalóan a rutinnál ez egy kicsit többet jelent. Nyilvánvalóan vannak helyezettek, van első helyezett, meg van 10 csapat, 3 fős csapatokban zajlik a verseny, hanem az a lényeg, hogy tanulni lehet ezekből is, az a lényeg, hogy egymással találkoznak a szakemberek, és egymással megvitatják a különböző problematikus kérdéseket. Nagyon ritka az olyan beszélgetésünk, polgármester, amikor ne essék szó konferenciákról. Ezúttal orvosi konferencia volt itt Szombathelyen. A brohológusok és az onkológusok találkoztak. Sajnos Magyarországon a tüdőrák előfordulása az mindenféle diagnosztikus és terápiás lépés ellenére, mint halálok is, mint betegség gyakoriság is, igen csak élen áll Európában, és az ezzel foglalkozó szakemberek, tehát a tüdőgyógyászok, illetve az onkológusok voltak itt egy kongresszuson, vagy vannak itt egy kongresszuson. Ez egy országos kongresszus, ahol nemzetközi résztvevők is vannak. Hát azt kívántam mindenkinek, hogy természetesen hallgassa meg az előadásokat, mert az előadásokból mindig lehet tanulni, természetesen beszélgessenek egymással, mert a fehér asztal mellett a beszélgetések során mindig olyan élő problémák kerülnek elő, amik minden szakember számára problémát jelenthetnek, és legyen már egy kis idejük arra, hogy nézzék meg Szombathelyet, mert hát Szombathely egy nagyon szép város. Nagyon sok olyan kiállítás van Szombathelyen, amely nagyon komoly hagyományokra tekint vissza, ilyen a diszmadár kiállítás is. 46. díszmadár kiállítás megnyitása történt meg. A 46. díszmadár kiállítás is egy ilyen típusos civil szerveződés. Mindig van olyan lelkes, valamiféle dolgot művelő ember, aki az ilyen történéseket megszervezi. Itt a Vas megyei, illetve a Szombathelyi díszmadár egyesületnek a vezetője az, aki évek óta szorgalmazza, megszervezi, és fáradtságot nem kímélve ezt a néhány napos összejövetelt megtartják. Mindig érdemes elmenni, a pintyektől kezdve a papagájokig mindenféle ilyen szárnyas állat található, nagyon jó pafák, és hát érdemes elmenni. Érdemes megnézni az arborétumban, az arborétum látogató központjában, érdemes a hétvégén a gyerekeket elvinni. Polgármester úr, Szent Mártonnal kezdtük a beszélgetésünket, fejezzük is be vele. Szent Mártonnal, a segítéssel kezdődött a műsorunk, hiszen Rómáról beszéltünk. Szent Márton szellemiségét idézhetjük meg
azzal is, ami a fehér bot ünnepén történik. Immáron negyedik alkalommal Oladon, az Oladi iskolában. Itt egy ilyen műsoros délelőtt kerül megrendezésre. Ennek keretében a vakok, gyengénlátók helyzetét próbálják megmutatni a teljes látóknak. Polgármester úr, köszönjük szépen a beszélgetést! Köszönöm szépen a figyelmet! Kedves nézőink, Önök a Péntektől Péntekig című villámbeszélgetést látták, tartsanak velünk legközelebb is, viszontlátásra! Kedves nézőink, köszönöm megtisztelő figyelmüket munkatársaim nevében is. Kellemes hétvégét kívánok Önöknek, tartsanak velünk a következő héten is. Viszontlátásra! Műsorvezetőnket öltöztette a Still Fashion Kft.